Sokféle titok lakozik abban, mitől lehet évtizedeken át sikeres, és talán ami ennél is fontosabb, vonzó egy közösség tagjai számára. Az biztos, hogy létezik egyfajta kohézió, ami vonzó még egy kisgyerek számára is, ami összetarthat egy csoportot. Ez a fajta odafigyelés megvan a tücsökben is. A minőség hosszú távon meghozza a maga gyümölcsét, ami egy-egy ilyen jellegű csoport esetében a fellépések és a nézők számában is lemérhető. Az sok mindent elárul, hogy 50-60 bemutató vár évek óta az együttesre, és a fellépések jelentős része, mint most a karácsony előtt is, teljes teltházzal zajlik. Most egy olyan karácsonyi programmal készültünk, ami nem csak simán koncert. A Művészetek Házába évek óta nem férnek el annyi az érdeklődő. Már tavaly el kellett küldeni vendégeket. Ezért úgy döntöttek, hogy jöjjünk át ide a rendezvényterembe. Itt meg lehet, hogy nagy lesz a rendezvényterem, viszont miután a rendezvényterem milliója egészen más, mint egy művészetek háza, itt abban kellett gondolkodnom, hogy akkor valahogy betöltsük a színpadot. Ezért kis megdramatizált darabot is beiktattunk a koncert zeneszámai közé, a Gyufáros kislányt, és hát ezzel próbáljuk színesíteni, és kicsit feldíszítettük a színpadot is kellékekkel. Én azt gondolom, hogy az arányokat meg tudom tartani. Az, hogy kezdettől fogva zenés mesejátékokat készítettünk, pódiumműsorokat csináltunk, tehát ez természetes, de én azt gondolom, hogy azért az évi 50-60 fellépésnek a 80%-a, 70-80%-a azért koncert. Hát nem kellett attól tartani, hogy üres székek legyenek a teremben. Sőt, valószínűleg rövid időn belül ezt a helyet is kinövi a karácsonyi tücsök koncert. Van, akinek egész életét meghatározza, hogy ide kötődött. Csákvári Nikolett 7 évesen érezte magában a késztetést, hogy kipróbálja, milyen énekelni a színpadon. Ma drámatagozatos középiskolás. Ez indított el az egészben, tehát hogy egyébként nem is gondolkoztam volna szerintem abban, hogy drámatagozatos legyek. Igazából az egész tücsök, ez egy nagy család, és ez az, ami szerintem így elvarázsolja az embereket, és ez segíti őket az ide tartozáshoz, hogy ők is ide szeretnének tartozni. Én egy darabot láttam először a Tücsök Zenés színpadtól, a három maradt farkas győzött, és abban a pillanatban beleszerettem ebbe az egészbe, és oda mentem Éva nénihez, anyukámmal, hogy most én ide szeretnék járni, és beleütetett Éva néni az ölébe, és énekeltem neki egyet, és így nyertem felvételt a Tücsök Zenés színpadban. Az a legmeghatározóbb, tényleg, mert teljes mértékben a család, és az összetartás, és a szeretet, és az egymást való támogatás a legfontosabb szerintem a tücsökben. Az éneklés az már csak egy másodlagos dolog. I've been waiting, oh yes. The sound of sleigh bells I hear whenever you may roam. I'm telling you, baby, you're never alone. The snow is silent in the streets. Let's choose love and hope for peace and make your room for your dream. Yeah. Show me the magic. Show me the magic. Show me amikor én kezdtem, akkor azért nekünk olyan szinten végig kellett járnunk a ranglétrákat, hogy nem jutottunk el annyira hamar, meg annyira könnyen mondjuk egy nagyon nagy színpadra, mondjuk a Szüreti Fesztivál színpadjára, vagy hasonló dolgokra, és nekünk ez kicsit nehezebb volt, meg ott voltak a nagyoknak meg több lehetőségük volt, akkor még egy kicsit más volt a rendszer is, és most már azért úgy vagyunk, hogy mivel mi is vidékről járunk már ide haza, meg a gyerekek is már vannak olyan fejlettek, és vannak olyan ügyesek, hogy hamarabb több minden ragad rájuk, tehát akár technikailag, akár zeneileg, akár az iskolában a gondolkodásmódjuk is már egy kicsit másabb, és azt gondolom, hogy ez az, ami hatással van inkább rájuk, meg az, hogy hamarabb kapnak olyan lehetőséget, mint mondjuk külföldre eljuthatnak a tücsökkel, vagy mint mondtam, hogy fellépésekre már sokkal gyakorta jutnak el.